Remek előadással készültek az érdeklődőknek Bátaszéken az Anyateljes Táplálás Világnapja alkalmából. Erről mesélt Hellingerné Fehérvári Márta, Bátaszék egyes számú körzetének védőnője. Mindig vannak meghívott vendégeink, ahogy ma is. Ma egy szoptatási tanácsadót látunk szeretettel, aki a kollégadőnk is eredetileg. Ő a Tolna Vármegye Balassa János Kórházának képviseletében érkezett hozzánk, illetve egy hordozókendős tanácsadót is, aki gyakorlati tanácsokat ad majd itt az anyukáknak és a gyerekeknek. Illetve a megnyitót, az Kemény Lajos alpolgármester úr tartja majd meg nekünk. Az anya-baba kapcsolat egy olyan lelki és testi kötelék, mely már az anyamékben kialakul a fogantatás során. Majd a gyermek világra jövetele után megjelenik a szoptatás, és ennek fontossága a mindennapokban mindkét fél számára. Gyakorlatilag a szoptatás az egy biológiai norma, tehát ősi idők óta ez a faj fenntartásnak az alapvető eszköze. Ma már nyilván a mesterséges táplálás is rendelkezésünkre áll, mint lehetőség, de ezt szeretnénk, hogy ne az legyen az első bármilyen probléma, ha adódik, ne az legyen az első, hogy mesterséges tápláláshoz nyúlunk, és mindenféle praktikával, technikával és legjobb tudásunk szerint segíteni az anyákat, hogy anyateljel, illetve szoptatással tudják táplálni a gyermekeiket. A sikeres szoptatásnak három fő szempontja van: elhatározás, információ és támogatás. Nagyon fontosak a szopási technikák, a babának a szájtartása, anyának mellformája, adódik-e probléma, kevesebb-e a tej, több-e, mint amire szükség van, ezeket mind tudjuk korrigálni és segíteni őket ezen az úton. Ez a táplálási forma az első időszakban a legjobb a babának és anyának is. A kapocs ezáltal még szorosabb lesz a két fél között, és nagyon erős biztonságérzet alakul ki a csecsemőben édesanyja iránt. Az aranyóráktól kezdve szoptatom, tehát már a születésekor merre került. Ez egy hatalmas, pozitív, meghatározó, és még a mai napig nagyon egy eleven élmény, és egy annyira jó kötődés alakult ki ezáltal köztünk, hogy tényleg érezzük azt, hogy egymásra szükségünk van, és hogy egymás nélkül nem tudunk létezni. Törekedjünk a stresszmentes és nyugodt környezet biztosítására a szoptatási idő alatt. Ez az élmény idővel kifizetődik, és tudni fogjuk, hogy a legjobbat nyújtottuk gyermekünk számára.